Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerda esti bejelentése sok kérdésre választ adott, amely már jó ideje foglalkoztatta a szülőket. Eszerint a főváros kivételével hétfőtől ismét a veszélyhelyzet előtti munkarendben működnek a bölcsödék és az óvodák. A Nagykanizsa központi óvoda tagintézményeibe járó gyermekek szüleinek pénteken 9 óráig kell jelezni az intézmény felé, hogy a jövő héttől igénybe veszik-e az óvodai ellátást. Az iskolák esetében kicsit más a helyzet, ugyanis a tanév végéig, vagyis június 15-éig megmarad a digitális oktatás, de az intézmények bizonyos feltételekkel kinyithatnak. Június 2-től engedélyezzük ugyanakkor az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Folytatódhat a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, valamint júniusban minden intézményben meg kell szervezni az ügyeletet, mondta az államtitkár. Ennek megfelelően a Nagykanizsai Tankerületi Központ intézményeiben június 26-áig biztosítják a tanulók kiscsoportos felügyeletét, ellátását, illetve foglalkoztatását. A szerdai kormányrendelet szerint a tanév végétől napközis és ottalvos táborok is tarthatók. A tervek szerint a Csónakázó tónál lévő zöld tábor június 29-től várja majd a diákokat. Az előző évekhez hasonlóan azonban már több tábor szervező is hirdeti lehetőségeit. A Zalaerdő ZRT ezúttal is több lehetőséget kínál a gyermekeknek. A kormány döntésének értelmében pár napja látott napvilágot az a hír, hogy a napközis táborokat meg lehet szervezni, úgyhogy mi gőzerővel nekiálltunk szervezni azokat, és a tegnapi hír kapcsán a kolléganőim a közjóléti osztályon már szervezik az ottalvos táborokat is, hiszen nagyon nagy igény van rá, hogy a gyerekeket egyrészt tudják hol elhelyezni a szülők, másrészt pedig nagyon sok visszajáró gyerek van, aki évről évre, ugye ami ki nem nő a korból, jön hozzánk, hiszen nagyon sok érdekes programmal várjuk őket. A Svensz tánciskola táboroztatása 20 éves múltra tekint vissza. Idén nyáron is lehetőséget adnak a közös élmények szerzésére, amelyre rendkívül nagy az érdeklődés. Hosszú volt ez az elmúlt 2 hónap, amikor bezárva voltak a családok az otthonaikban, és kikívánkozik felnőtt gyerek is, és a szülők a gyerekeiknek próbálják ezt a lehetőséget megadni, illetve a gyerekeknek is szüksége van már a társakra, a velük egykorú társakra, hogy miben lesz más a tábor. Igyekszünk arra odafigyelni, hogy minél többet tegyünk a szabadban. A szakemberek a táborok kapcsán továbbra is a zsúfoltság elkerülésére, a higiéniai szabályok fokozott figyelmére és betartására kérték a szervezőket.